Bezárások és kijárási korlátozás. Szerdától újabb szintre emelkedett a koronavírus elleni védekezés Magyarországon. Jó szüret Hajós Baján. A kevesebb mennyiség ellenére kiváló minőséget hozott az idei szőlőtermés. Hölgyek tornája. Új mozgásforma érhető el a városban, amely a nőgyógyászati betegségekkel küzdőknek jelenthet segítséget. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió november 4-i szerda esti híradója már is kezdődik. Kedd éjféltől életbe lépett a különleges jogrend hazánkban. Az intézkedés értelmében bezárták a szórakozóhelyeket, a kormány éjfél és hajnali 5 óra között kijárási korlátozást rendelt el, ezen kívül ismét ingyenessé vált országszerte a parkolás. A hétfőn bevezetett biztonsági szabályok továbbra is érvényesek, így a vendéglátóegységekben ezentúl is csak a fogyasztás idejére lehet levenni a maszkot, ellenkező esetben több ezer forintos bírságra számíthatnak a szabályszegők. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalon jelentette be, hogy a fokozódó járványhelyzet miatt szerdától ismét életbe lép hazánkban a rendkívüli jogrend. A kormányfő kiemelte, a környező országokban felgyorsult a járvány terjedése, a számítások pedig arra engednek következtetni, hogy korlátozások hiányában decemberre a magyar kórházak elérik a teljesítő képességük határát. Az intézkedések a rendezvényeken történő részvételre, a maszkviselés szabályaira és a tömegközlekedésre is kiterjednek. Az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását a szórakozóhelyeken egész egyszerűen lehetetlen kikényszeríteni. Ezért javaslatukra úgy döntöttünk, hogy a szórakozóhelyeket bezárjuk, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptetünk életbe, ami azt jelenti, hogy éjfélig mindenkinek haza kell érnie. A zsúfoltság mérséklése érdekében, mármint a tömegközlekedési eszközökön, a reggeli és déli csúcsforgalomban járatsűrítést rendeltünk el, és újra ingyenessé tettük a parkolást. A csütörtöktől érvénybe lépő kijárási korlátozás alól kivételt jelent, ha valaki az érintett idősávban munkavégzés vagy egészségügyi ellátás céljából hagyja el otthonát. Olvasható a Magyar Közlöny szerdai számában. A hétfőtől hatályos biztonsági intézkedések továbbra is érvényesek. Ennek megfelelően kötelező a maszkviselés az üzletekben, színházi előadások alatt, illetve a zenés és sportrendezvényeken is. A vendéglátó egységekben pedig ezentúl is csak a fogyasztás idejére lehet levenni a maszkot. Szerencsére minden vendégünk maszkkal lép be az üzletbe, ugye. Leülnek, megkérdezik tőlünk, hogy mik a tapasztalatok, ugye mit kell csinálni, hogy kell csinálni, nem tudják ők se pontosan még az emberek, hogy viseljenek, hogy ülnek le, hogy étkezzenek, hogy igyanak, ugye, és elmondjuk mindenkinek, hogy amikor a vécére elmennek, ugye, vagy a pulthoz mennek, akkor fel kell húzni a maszkot, amikor kisétálnak az üzletbe, akkor ugyanúgy felhúzzák a maszkot, és ennyi. De az összes vendég betartja. Az üzletvezető hozzátette, a helyzetre való tekintettel a tervek szerint újabb szolgáltatással bővítik a kínálatot, így hamarosan a helyben fogyasztás mellett házhoz szállítást is vállal az étterem. Az elmúlt 24 órában tovább emelkedett a koronavírusos betegek és az elhunytak száma. Szerda reggelre újabb 4200 főnél mutatták ki a fertőzést, 90 beteg pedig elhunyt. Szigorú szabályozások betartása a rendezvények szervezőit és a program helyszínek üzemeltetőit is terhelik. Így a Baja Marketing Kft. A városvezetéssel egyeztetve a kialakult helyzetre való tekintettel és a lakosság védelme érdekében folyamatosan mondja le a programokat, tájékoztatta a baja.hu-t Némedi István igazgató. A saját rendezvények lemondása folyamatban van, valamint a cégtől bérelt termekben meghirdetett eseményeknél is igyekeznek megegyezni a partnerekkel. A belvárosi tisztiklub meghatározatlan időre bezárt. Az épület teljes fertőtlenítése megtörtént. Nyirati Klára, Baja polgármestere közösségi oldalán reagált a kormányrendeletekre. Mindenkit együttműködésre és felelős magatartás tanúsítására kért, az önkormányzat pedig ismét várja az önkéntesek jelentkezését is. A tavaszi veszélyhelyzethez hasonlóan a karanténba kényszerült rászorulók, idősek és egyedülállók mindennapjait szeretnék ezzel segíteni.
Jelentkezni a Baja Marketing munkatársainál a +36 20 343 71 02, illetve a +36 20 451 76 16-os telefonszámon lehet munkaidőben. Véget ért az idei szüret. A tavaszi fagy nem kímélte hazánkban a szőlőtermés sem, ennek ellenére mégis eredményes évet zárhatnak a borászok. Bár az ősz kevesebb mennyiségű termést hozott, de a minőségre nem lehet panasz. Tavalyhoz képest két héttel később, augusztus végén kezdődött a 2020-as szüret, viszont szeptember végére, október elejére már a hazai borgazdaságok 80%-a végzett a betakarítással. A magyar szőlőbirtokok ebben az évben nagyjából 20%-kal kevesebb termést hoztak. Ennek oka főként a tavaszi fagykár és az azt követő aszály volt, amely akadályozta a szőlő fejlődését, így országosan mintegy 340-350 ezer tonna szőlőt sikerült leszüretelni, az elmúlt évi közel 400 ezer tonna helyett. Ennek eredményeképpen idén 2,2-2,3 millió hektoliter bor termett, a tavalyi mintegy 2,7 millió hektoliteres mennyiség után. Ez itt egy 30 hektáros terület, durván olyan 80 mázsás hektáronkénti termés átlag volt, tehát ez olyan 2400 mázsa körüli szőlő mennyiséget jelent, és hát általában ilyen 70%-os bormennyiséggel szoktunk számolni, tehát mit egy 1500-1700 hektoliter körüli. A Magyar Borakadémia volt elnöke hozzátette azt is, hogy az idei aszály miatt gyengébb volt a lékinyerés bizonyos fajtáknál, de az ízzamat özbenyomás rendkívül jó volt, tehát összességében kiváló mennyiségű termést hoztak a tőkék. Ráadásul idén elkerülték a szőlőt a jelentősebb növényvédelmi problémák is. A szőlőnek tulajdonképpen sok napfényre, elég sok hőösszegre és megfelelő mennyiségű vízre van szüksége. Hát itt a napfény és a hőösszeg az megvolt, a csapadék kevesebb lett, viszont a szőlő gyökerei esetenként akár 10 méter mélyre is belemennek a talajba, és mondjuk a talaj vízkészlete az nem ürült ki. Emiatt kiváló minőségű szőlőket szüreteltünk. Összességében is jól zárt a hajósbajai borvidék. A közel 2000 hektáros területről mintegy 12 ezer tonna szőlőt szüreteltek le, amelynek egy részét értékesítik majd. Az idei év terméséből készült borokat november 11-től lehet majd kóstolni. Megújuló községházak, szebbé váló óvodák, valamint egy tanárok és rendőrök számára is elérhető szolgálati lakás kialakítása. Ezek a Magyar Falu program legújabb eredményei. A mostani pályázatoknak köszönhetően mintegy 171 millió forintból válhatnak korszerűbbé a települések számára fontos intézmények. Érsekcsanádon 41 millióból, Érsekhalmán pedig közel 30 millió forintból válhat korszerűbbé a községháza épülete. Kacsmáron mintegy 50 millió forintból, Bács-Borsódon pedig 21 millióból szépülhetnek meg az óvodák. Mindez az ingatlanok felújítását, valamint egy sóterápiás és foglalkoztató szoba kialakítását jelenti. Sikeresen pályázott Madaras is. A település egy önkormányzati ingatlant alakíthat át rendőr, illetve tanárlakássá, megközelítőleg 30 millió forintból. Október első felében számolhattunk be arról, hogy a Magyar Falu program keretében elkezdődhet a Baját és Bács-Bokodot összekötő útszakasz felújítása, mondta Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője. A mostani fordulóban újabb 171 millió forintból fejlődhetnek a települések, áll a közleményben. Tervszerűen halad a város egyik legforgalmasabb terének felújítása. A Jelki téren jelenleg a második ütemmunkálatai zajlanak, amely során a körpálya keleti oldalának építése és a gázkiváltás munkálatai zajlanak. Ez várhatóan még ebben a hónapban elkészül. A tervek szerint december elején megtörténik a forgalomterelés harmadik üteme, amelytől kezdve a délről észak felé haladóknak már az új szakaszt kell használniuk, addigra a Szegedi útról történő ki és az odavaló bekanyarodás már a körforgalmakban megszokott forgalmi rendnek megfelelően történhet majd.
A kivitelezés harmadik ütemében a Munkácsi Mihály utca továbbra is egyirányú marad a Jelki András tér és a Móra Ferenc utca között. Itt is megkezdődnek a járda és útépítési munkák, amelyek a tervek szerint majd a beruházás végére fejeződnek be, közölte a baon.hu. A közel 1,4 milliárd forintos beruházás során visszaállítják a tér régi hangulatát, amelyet zöld területtel bővítenek ki. A felújítás hivatalosan augusztusban kezdődött, a munkával a pályázati határidő szerint 2021. augusztus végére kell elkészülnie a kivitelezőnek. A nemzetközi olvasás vizsgálatok azt mutatják, hogy egyre több diák küzd szövegértési nehézségekkel, amelyek tanulási zavarhoz vezethetnek. A jó szövegértési képességet a szövegtípusok ismeretének bővítésével, az olvasástechnika erősítésével, az életkori sajátosságok figyelembevételével, valamint a motiváció fenntartásával ki lehet alakítani. Baján a közelmúltban hoztak létre egy olyan műhelyt, ahol szakemberek segítségével leküzdhetők ezek a nehézségek. Az olvasási készségek, képességek rendszere lépcsőzetesen épül fel. Ha az egyik lépcsőfok nem áll biztos alapokon, a következő szint fejlődése is megreked, vallják a műhely vezetői. Ennek szellemében azon is dolgoznak, hogy ezt a rendszert elmélyítsék. Huszás Amon Nóra és Ladányi Éva főiskolai oktatók, mindketten hisznek a pedagógiai fejlődésben, a modern oktatásban, és abban, hogy az iskola egy olyan hely, ahol a gyerekek jól érzik magukat, miközben tanulnak. A mesterolvasó műhelyben, amely szeptemberben nyitotta meg kapuit, a szövegértés fejlesztésre, valamint a középiskolai felvételire való felkészítésre helyezik a hangsúlyt csoportos és egyéni foglalkozások keretében. A foglalkozások nálunk a műhelyben úgy zajlanak, hogy hát érkezik egy megkeresés, mire van igény, hogy szövegértés, vagy inkább a nyelvtani ismeretek elmélyítése, és akkor mi minden beérkező diákot felmérünk, kijelölünk egy lehetséges fejlesztési tervet, egy fejlesztési útvonalat, hogy melyek azok a készségek, képességek, amelyek jó szinten vannak, melyek azok, amelyek hiányosak. És akkor ezek mentén célzottan azokat a részkészségeket, képességeket fejlesztjük, vagy szövegértésben, vagy nyelvtani ismeretek elmélyítésében, ahol hiba vagy probléma van. Munkájuk során sokszor találkoznak általános, de fejleszthető problémákkal, még a középiskolások körében is. Az a gond, hogy a kimeneti követelmény a közoktatásból ugye az érettségi, ahol a szóbeli érettségének nagyon nagy szerepe van, és nagyon sok mindenkinek nehézséget okoz, amellett, hogy tanul, megnyilatkozni és felépíteni egy szóbeli megnyilatkozást, mert ezt tanulni kell. És gyakran nem jut idő már úgy a feleletekre, a szóbeli feleletekre, és nagyon sokan igazából csak beleesnek a mély vízbe, és úgy kell egy felépített szöveget elmondaniuk, ami nehézség. Többek között ezt a problémát is segítenek orvosolni a műhelyben. Azokon a diákokon, akik rendszeresen részt vesznek a foglalkozásokon, már néhány hét után észrevehető a változás. A szakemberek november 16-án a Városi Gyerekkönyvtárba várják az érdeklődőket, ahol a diákok egy nyílt foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a műhely tevékenységével. A módszerrel bővebben a híradó után kezdődő Jegyzet című közéleti magazinunkban is foglalkozunk. Már korábban is keringtek információk arról Baján, hogy valamelyik nemzetközi gyorséttermi hálózat üzletet létesíthet a városban. Az egyik előkészítéséről nemrégiben tartottak megbeszélést a Városházán a lehetséges beruházók és a főépítészi iroda munkatársaival, nyilatkozta Szél Péter híradónknak. Az egyeztetés eredményes volt, megszülettek a szükséges kompromisszumok, így a Family Center közelében lévő telken lehetségessé vált a beruházás előkészítése. Az önkormányzatnál jelenleg nincsenek arra felhatalmazva, hogy konkrétabb információt adjanak ki. Ez a beruházók joga és lehetősége, mondta az alpolgármester. A Progress étteremhálózat Kft. Levélben kereste meg az önkormányzatot a bevásárlóközpont közelében található üres területen tervezett híres étteremlánc autós éttermének megvalósítása ügyében.
Az október 29-i testületi ülésen pedig a képviselők egyhangúan megszavazták, hogy a területet kiemelt fejlesztési területté minősítsék, amely szükséges ahhoz, hogy eredményes legyen a fejlesztés, így a beruházás útjába nem gördítenek semmiféle akadályt. Új mozgásforma indul Baján. Deli Pálinkás Anikó a Sportmotív elnevezésű tornaóra keretein belül elsősorban azokat a hölgyeket segíti, akik nőgyógyászati betegséggel küzdenek. A gyógytorna mellett más felépítésű edzéseket is látogathatnak az érdeklődők. Nemrégiben forgatott stábunk ebben az Oroszlán utcai tornateremben. Akkor a levegőben mutattak be a rúgsportolók látványosabbnál látványosabb elemeket. Ezúttal viszont a földön maradtunk, kedden este Deli Pálinkás Anikó DPA Sportmotív elnevezési foglalkozásán jártunk. A tréner többfajta órát tart, de a legnagyobb hangsúlyt itt a hölgyek kapják. Még korábban elvégeztem egy gyógyító női torna képzést, ami kimondottan a női betegségekkel küzdőknek jelenthet segítséget. Olyan mozgásokat tartalmaz, ami a hormonháztartáson is segít, ugye a vérellátása a női szerveknek, mindet segíti. A női tornán elvégzett gyakorlatok különösen alkalmasak arra, hogy a testbetegségeit gyógyítsák. Az edző elmondása szerint jótékony hatással van a hasi, alhasi szervekre azáltal, hogy a torna, a medence és a hasizmait is erősíti. Ennek ellenére minden nőnek ajánlható, aki nem kedveli vagy nem tudja végezni az intenzívebb órákat. A könnyed, lassú zenére történő átmozgatás és nyújtás jellegű női torna mellett más jellegű edzésekre is jelentkezhetnek az érdeklődők. Egy köredzés, ahol már eszközöket is használunk, illetve saját súllyal is dolgozunk. Itt ennek az erőfejlesztés, illetve állóképességnövelés még a célja, de azt nagyon fontosnak tartom mindegyik edzés fajtánál, hogy olyan feladatokat, gyakorlatokat tervezek, amiknek megvan a könnyítési és a nehezítési lehetősége is. Így mivel még nem ismerem a vendégeket, nem ismerem az edzettségi szintjüket, így mindenki megtalálhatja a maga intenzitásának megfelelőt. A tréner az edzéseket eszközökkel teszi változatossá. Deli Pálinkás Anikó célja, hogy egy kellemes izomfáradtság, stresszlevezetés és emellett persze erő, állóképesség és az ügyesség fejlődése legyen az eredmény. Az edző a közeljövőben további újításokat tervez. Olyan edzésformával szeretne jelentkezni, ami egyedülálló lehet városunkban. Búcsú a HEP kupától. A Cegléd vendégeként esett ki a kupasorozatból a Bajai Bácska FKE NB1 B csoportos férfi kosárlabda csapata. Cservék Csaba alakulata a tavalyi évben ott volt a döntőben, akkor a negyedik helyen zártak a kétnapos tornán. Ezúttal a harmadik fordulóig jutottak, tegnap este ugyanis egy fájó első félidőt követően 83-58-as vereséget szenvedtek Jakabék, így nem jutottak be a legjobb 16 közé. Főbb híreink jönnek még egyszer röviden. Bezárások és kijárási korlátozás. Szerdától újabb szintre emelkedett a koronavírus elleni védekezés Magyarországon. Jó szüret Hajós Baján. A kevesebb mennyiség ellenére kiváló minőséget hozott az idei szőlőtermés. Hölgyek tornája. Új mozgásforma érhető el a városban, amely a nőgyógyászati betegségekkel küzdőknek jelenthet segítséget. A Bajai Televízió híradóját látták friss összeállítással, holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, szép estét és jó egészséget kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka és holnap reggel még több helyen lesz eső, zápor, majd csütörtökön a déli óráktól már inkább csak délen lehet további csapadék. Az északnyugati, északi szél kezdetben a Dunántúlon, majd északkeleten is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 9 és 13 fok között valószínű.